Többen foglalkoztak azzal, hogy mit jelent az a szó, hogy állapothatározó. Az állapothatározó ugye valaminek az állapotát határozza meg, és például ilyen állapot az, hogy egy testnek például rugalmas, rugalmatlan, törékeny, üvegkemény, ezek mind-mind állapotok. Legjobban egy olyan eszköz mutatja ezt meg, amit egy nagyon kedves barátom itt a Műegyetemen készített nekem. Ez egy úgynevezett rugacs. Lehet már manapság készpénz, tehát pénzért is vásárolni, de ez itt a Műegyetemen Wagner Ödön kollega tanár úr segítségével készült. Ő készítette. Nézzétek meg, ez egy viszonylag könnyedén gyúrható anyag. Azt is mondhatnánk, hogy ez a gyúrás segítségével bebizonyítottuk, hogy ez tulajdonképpen mit is tud. Ez az anyag plasztikus. Tehát az erő hatására megváltoztatja az alakját. Abban az esetben, hogyha ezt a plasztikus testet egy speciális alakra ki fogom képezni, egy golyó alakúra, és ide teszem, akkor nézzétek meg, ebben a pillanatban nem plasztikus, hanem rugalmasként viselkedik. Nézzétek meg, így né. Abban az esetben, hogyha megint lassan fogok hozzányúlni, akkor mit is fogunk tudni? Megint csak rugalmas lesz. Mi volt az a körülmény, próbáljuk meg utána járni, mi volt az a körülmény, amitől a plasztikus és a rugalmas állapot előjött? Hát az egyik esetben egy egyenletes és lassú erővel. Nézzétek meg, amikor megalakítja az ember, vagy alakítja egy kicsit ezt a testet, akkor azt lehet mondani, hogy az alakulás sebessége kicsi. Abban az esetben, hogyha gyúr az ember ebből egy darabot, az megint csak pattog. Így. Ilyenkor nagyon kicsi idő áll rendelkezésre, hogy megváltozzék az alakja, ekkor az anyag rugalmassá válik. Még izgalmasabb dolog az, hogyha fogja az ember, csinál belőle egy ilyen darabkát, és nagyon-nagyon hirtelen akarja megváltoztatni, picsák, és tessék megnézni, az anyagnak egy törete van. Ez azt jelenti, hogy aki közel hajolt volna ide, az hallhatta volna, hogy recsent egyet, amikor eltört ez az anyag. Talán így lehet hallani is, megmutatom még egyszer ezt a hangot. Így fogom. Tehát egy recsenés, és egy törete van. Ennek a viselkedésnek, ez egy harmadik viselkedés, ugye, mert először volt plasztikus, aztán volt rugalmas, és most pedig, mint láttuk, rideg és törékeny. Mindezt csak azzal értük el, úgy tudtuk megváltoztatni az anyagot, hogy megváltoztattuk az anyag alakításának sebességét. Még a nagyon izgalmas az is, hogy ez az anyag, ha ide leteszem ebbe a kis helyre, így, akkor rövid időn belül az külső erő hatására, ami nem túl nagy, a gravitációs erő hatására, ez szépen fogja magát és folyni fog. Amikor magára hagyjuk, akkor viszonylag hosszabb idő kell ráhagyni, és ez a hosszabb idő hatására ez teljes egészében vízszintesre fog beállni, pontosan úgy, mint egy pohár víz.